Először is gratulálni szeretnék mind a két csapatnak, mert szerintem nagyon szórakoztató meccset játszottunk. 2-0-ra vezettünk fél időbe, aztán hát két olyan gólt kaptunk, ami gratulálok mind a két apuitó játékosnak, szerintem életek gólyokat rúgták. Benne van ez a futballba, játékvezetőnek is szeretnék gratulálni, mert nagyon-nagyon nehéz meccset kapott, az is volt. Gratuláltam is neki a végén, mert próbálta jól vezetni a mérkőzést, és korrektul, ami nagyon fontos szerintem. Megmondom őszintén, mi élvezzük. Tehát igazából élvezzük ezt a rájátszást, élvezzük azt, hogy minden héten nagyon jó meccset játszunk. Úgy látom, a srácok is élvezik, és én azt gondolom, hogy van a csapatunkban potenciál. Én azt gondolom, hogy negyedikként három meccsen ugye már túl vagyunk itt a rájátszásban. Még nem kaptunk ki. Két döntetlenünk van és egy győzelmünk, ami azt gondolom, hogy mutatja a csapatnak az erejét, hogy igazából nem nincs még vereségünk. Szeretnénk ezt a jó sorozatot folytatni tovább. Meccs előtt mondtam a játékosoknak, hogy már is egy nagyon nagy eredmény volt, hogy ide kerültünk a felsőházba, de hál' Istennek meg tudnak lepni azzal, hogy hétről hétre jó futballoznak. Ami az igazság az, hogy kevesen vagyunk, de azok, akik most ez a 13 játékos, aki itt hétről hétre, 13-14 játékos, aki hétről hétre ilyen teljesítményt nyújtani, azok előtt le a kalappal. További sok sikert kívánok a lapújtőnek. A csaták várnak még rájuk a bajnoki címért. Én mindig azt mondom, hogy nyerjen a jobb. Úgyhogy igazából mind a négy csapatnak az újra, ugye most indul egy új kör, már egyszer találkoztunk egymással, minden négy csapatnak nagyon jó mérkőzéseket kívánok, és a szurkolóknak pedig ilyen izgalmas mérkőzéseket. Két ellentétes fél időt játszottunk, de mostanában egyébként már egyre többet sajnos előfordul. Az első fél időben nem is azt mondom, hogy gyengén játszottunk, mert ugye az egész mérkőzés olyan volt, hogy nagyon játék nem alakult ki. Mind a két csapat próbált magas labdákkal appellálni ezen a kis pályán, inkább a küzdés dominált, és azokat a másik labdákat akartuk összedni, vagy esetleg egy-két magas emberek megjátszása után a csúsztatásokban résekbe úgy beindulgatni. Aztán ez úgy több-kevesebb sikerrel egyébként mind a két csapatnak volt egy-két lehetőség az első fél időben, de úgy a kapuk nem nagyon forrottak veszélybe. Aztán jött egy olyan döntésünk, amit igazából nem értek, hogy tudunk ilyen döntéseket hozni különböző játékhelyzetekbe. Mindegy, abból elmentek, és még ugye a sokból kisejöttünk, már kaptunk egy másik gólt, aztán ezzel le is zártuk az első fél időt. A fél időben azt próbáltunk megbeszélni több olyan dolgot, ami mostanában az jellemző ránk, hogy kicsikét összetettebben kellene csinálni ezeket a dolgokat, és bizonyos játékhelyzeteket úgy megoldani, hogy ne hozzuk már fel az ellenfelet akkor is, hogyha esetleg helyzete sincs. De most ez azt gondolom, hogy két gyönyörű góllal vissza is jöttünk a mérkőzésbe, azt onnantól már egy teljesen kiki meccs lett. Bár igazából nem forgott úgy veszélybe talán a kapu, nem gondolom, hogy akkora helyzetek voltak egyik vagy a másik oldalon. Inkább mondom, a küzdés dominált, de azt gondolom, hogy nekünk ezen a pályán, az építők otthonában azért azt gondolom 0-2-ről fölállni, ez nekünk mindenképpen egy nagyon nagy pozitívum. A másik félidőjáték az inkább nem is a játék, mert mondom, az nem, de inkább a hozzáállás meg az a mentalitás, ami kell ahhoz, hogy elírjuk a céljunkat, az mindenképpen pozitív, úgyhogy gratulálok a csapatnak, az ellenfélnek pedig sok sikert kívánok.